A NEST erdélyi összművészeti gyűjtőpont hétvégén szervezte meg az idei országos slam poetry bajnokságot. A Kolozsváron szervezett döntőben 13 lelkes fiatal mérettette meg magát. Ismét mikrofont ragadtak azok a fiatalok, akik a négy erdélyi városból jutottak tovább a Kincsesvárosban szervezett harmadik országos slam poetry bajnokságra. A slam poetry olyan alulról szerveződő, önálló előadói műfaj, ahol a résztvevők saját köznyelven írott verseiket, műveiket előadják pár percben, és ezek után értékelik egymást. A NEST erdélyi összművészeti gyűjtőpont által szervezett versenyen 13 fiatal vett részt, akik már korábban bizonyítottak, hiszen a Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen és Kolozsváron tartott előválogatások során 77 versenyző közül jutottak tovább a kolozsvári döntőbe. A verseny végén a zsűri meghozta a döntését, a csíkszeredai Demeter Ferenc bizonyult a legjobbnak. 51-es körzetben vannak bebörtönözve szíriuszi vértestvéreink. Szeptember 20, mindannyiukat nem tudnak megállítani, ugye nem felejtettük el, de ős kárpáti szeretetre hívlak titeket, hogy állítsuk már meg végre, mert szkeppei lovas nomád civilizáció ezer évvel indult seregszemléért, hogy Árpád hős magzatjai végre hátra felvirágozának. A NEST erdélyi összművészeti gyűjtőpont elnökétől, Banga Szilárdtól azt kérdeztük, mitől lesz valaki jó szlemmer. Jó, számomra a jó szlemmer, hát az mindenképp nagyon gazdag kell legyen alternatív ötletekben, ugyanakkor nagyon jó kell legyen a színpadi jelenléte, meg kell tartsa a lelki egyensúlyát a színpadon, otthonos kell legyen a témába, a bluff az szerintem nem nagyon működik a slambe, igen, eredetiség, talán ez az, amit keresünk, és ugyanakkor meg magabiztosság. Azt is elmondta, hogy Erdélyben fejlődőben van a slam poetry, ez annak is köszönhető, hogy különböző művészeti ágakkal, zenével, színházzal is tudták ötvözni, így egyre nagyobb terepet nyer, illetve egyre többen próbálkoznak a műfajjal.